Éppen vért vesznek ettől a rendőrtől a Dunajvárosi rendőrkapitányságon. A véradáson a rendőrök mellett a tűzoltók és a katasztrófavédelem munkatársai, valamint a polgárőrök is részt vettek. A véradók fontosnak tartják, hogy segítsenek, hiszen vérre bármikor szükség lehet. Hát addig segítek, amíg tudok, még mindig jobb, mintha nekem kell, tehát hogy rajtam segítsenek, de remélem más is segítene rajtam. Németh Miklós, a Dunajvárosi rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetője már több mint 16 éve ad vért, így most is fontosnak tartotta, hogy segítsen. Mint mondta, bár tavasszal szervezték meg az első kék lámpások véradását, a jövőben is folytatni kívánják ezt az akciót. Második alkalommal tartjuk meg a kék lámpások véradását, nagy sikerrel, márciusban volt az első, szeptemberben a második, és azt tervezzük, hogy folytatjuk is a jövő évben, és ugyanígy tavasszal is össze tartunk egy véradást. Németh Miklós hozzátette, fontosnak tartja, hogy tudatosítsák az emberekben, véradással sokaknak segíthetnek. Véleménye szerint a véradók is éppen emiatt jelentek meg az eseményen. Kiemelte, a rendezvény népszerűségét bizonyítja, hogy több rendvédelmi szerv dolgozói is vért adtak, azaz széleskörű összefogásról van szó.